Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az ember fia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az ember fia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony őrül a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az ember fia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban kedves testvérek! Az adventi koszorú első meggyújtott gyertyája, az egyszerűbb liturgikus ünneplés, a ruhának a lila színe jelzi, hogy új időszakba léptünk, új időszakot kezdtünk meg, advent idejét. Az advent kifejezésben az eljövetel, a jönni szó található meg hogy az olvasmányokban is hallottuk, az Úr eljöveteléről van szó. Az első olvasmányban és a második olvasmányban is megjelenik ez a jó hír, hogy a Zsoltárban is hallottuk, az Úr házába indulunk, Isten közeledik hozzánk. Pálapostól a második olvasmányban azt mondta, üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Az üdvözítő Úr Jézus első eljövetelének megünneplésére, karácsony ünnepére készülünk egyrészt advent időszakában. De hogy az evangéliumban Jézus rávilágított, nem csak az Úr Jézus első eljövetelére készülünk, annak megünneplésére készülünk, hanem az Úr Jézus második eljövetelét is várjuk, arra készülünk, az Úr második, dicsőséges eljövetelére. Az Úr jövet időszaka ez, karácsony ünnepén megünnepeljük majd Jézus első eljövetelét, erre is készülünk, de ugyanakkor eszünkbe, szívünkbe idézi az Úr, hogy ő majd másodszor is el fog jönni, dicsőségben, a világ végén. Ahogy a kezdő könyörgésben is imádkoztuk, készítsd fel, Urunk, a szívünket, hogy örömmel felkészülve tudjunk a közelegő Jézussal találkozni. Hogyan készüljünk az Úr eljövetelére? Hiszen Adventnek a nagy örömhíre, hogy az az Úr jön, aki nekünk reményt, aki nekünk üdvösséget, aki nekünk békét, megerősítést ad. Hogyan készüljünk Advent ünnepén, Advent időszakában az Úr Jézus eljövetelére? Az olvasmányok, amiket hallottunk, három szóban fogalmazzák össze, hogy milyen legyen a mi Úr várásunk. Milyen legyen a mi Úr elé való odasietésünk, a vele való találkozásunk. Jézus először is azt mondja az Evangéliumban, virasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Az első szó, amit a szívünkbe ír ma délelőtt az Úr Jézus, hogy virasszunk. A virasztó ember magatartása Advent idejének az első üzenete. Miben virasszunk? Először is abban, hogy mindig megmaradjunk a szeretetben. Jézus, mielőtt meghalt, az utolsó vacsorán azt kérte a tanítványaitól, maradjatok meg az én szeretetemben, megmaradni az Úr iránti szeretetben, megmaradni a szeretet parancsában, virasztani a szeretetben. Először is erre hív bennünket az Úr Jézus hogy törekedjünk mindig mindent szeretettel és szeretetből tenni. A virasztó magatartás arra is fölhívja a figyelmünket, hogy rássuk azt, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos az életünkben. Ferenc pápa nemrég így fogalmazta meg, mindannyiunkat összeköt az a tény, hogy sebezhető emberek vagyunk, hogy halandó emberek vagyunk olyannyira, hogy a vezeték nevünk, minden embernek ez, sebezhetők vagyunk. És ebben a sebzettségünkben, ebben a törékenységünkben közelít hozzánk az Úr, aki találkozni akar velünk, aki fel akar emelni bennünket. De ebben a sebzettségünkben fontos, hogy lássuk, hogy egyetlen feladatunk szeretni. Észrevenni mindig az Úr eljövetelét, aki rejtve is eljön a másik emberben, aki rejtve is eljön az oltári szentségben, az ő szavában, az Úr érkezik, hogy bennünket sebzett embereket, bennünket törékeny embereket gyógyítson, megerősítsen. Azt mondja a pápa, Mindannyunkat összeköt az a tény, hogy egyszer meg kell halnunk. A halál találkozás lesz az Úr Jézussal, amikor ő átkarol bennünket, és magával elvisz bennünket. De ez nem fájdalom elsősorban fogalmaz a pápa, hanem örömhír. Mert az 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 Úr Jézus jön, aki szeret, aki letörli a könnyeinket, aki velünk van a gyászban, a nehézségben, és reményt ad nekünk. De erre készülnünk kell nap, mint nap, hogy amikor ő jön, valóban, igazán teljes találkozást legyen vele, ami nyitottságunk által is. Vírasztani továbbá abban is kell, hogy odafigyelünk az Úr szavára, ebben az időszakban még inkább az Úr szavára odafigyelünk, azt őrizzük a szívünkben, és Isten szava szerint törekszünk élni. Az Úr érkezik, az Úr jön. Vírasszunk, hogy találkozni tudjunk vele, hogy a szeretetben megmaradjunk, hogy az ő szavát hallgatva, olvasva megcselekedjük azt. Az Úr jön hogy a törékenységünkben, a gyengeségünkben megerősítsen, megvigasztaljon bennünket. Továbbá a második olvasmányban Szent Pál Lapostól a rómaiakhoz írt levelében azt mondja, öltsétek magatokra a világosság fegyvereit, öltsétek magatokra Jézus Krisztust. Felöltözni. Ez a kifejezés a második kifejezés, amivel az Úr tanítani kíván bennünket. Levetni a bűn cselekedeteit, megtérni, bűnbánatot tartani. Advent színében a lila, a violaszín a bűnbánatot fejezi ki. A miseruha színe, adventi koszorú három gyertyának is a színe, a lila, a violaszín a bűnbánatot fejezi ki levetni a bűnös szokásainkat, levetküzni a bűnt, megbánni bűneinket adventhez fontosan, nagyon fontos, hogy hozzá tartozzék ez a gesztus. Ugyanakkor felölteni a világosság fegyvereit, felölteni Jézus Krisztust, a jó cselekedeteket, a szeretet és az irgalom gesztusát. Felölteni Jézus Krisztust azt jelenti, hogy Jézus Krisztusba szeretnénk egyre jobban belekapcsolódni az ő életébe. A vele való barátságot, a vele való személyes kapcsolatot szeretnénk ápolni, olyannyira, hogy egyre inkább egyé legyünk vele, hogy a ruhát felöltjük, jelképesen mondva, úgy öltsük föl magunkra Jézus Krisztust, vagyis ő szerinte éljünk, az ő gondolatai, az ő szava, az ő cselekedetei szerint éljünk, legyen a mi magatartásunk, legyen a mi létünk, életünk Jézusi lét, Jézusi magatartás. Advent azt is jelenti tehát, hogy felöltjük magunkra Jézus Krisztust. Őt követjük és levetjük mindazt magunkról, ami ellenkezik Jézussal, ami ellenkezik Jézus szeretet parancsával, vagyis a bűnt. És végül a harmadik szó, amire az Úr hív bennünket, az az elindulni kifejezés, amit a Zsoltárban így hallottunk, Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk, és az első olvasmányban Izajás próféta könyvéből is a remény hangján hallottuk, rajta menjünk föl az Úr hegyére, Jákob háza gyertek, járjunk az Úr világosságában. És a második olvasmányban is Pálapostól arról is beszélt, hogy haladjunk, vagyis éljünk becsületesen, elindulni, útra kelni, hogy találkozzunk a hozzánk közeledő, érkező Jézussal. Ez a harmadik gesztus a adventi készületünknek, kilépni önmagunkból. Azt tanítja a pápa, hogy nagyon fontos, hogy sokszor megvizsgáljuk magunkat, hogy mi az, amit önzésből, mi az, amit én központuságból teszünk. Szeressük magunkat, de merjünk kilépni az én központuságból, merjünk kilépni önmagunkból és odalépni a másik ember felé, észrevenni a másik embernek a fájdalmát, a szomorúságát, merjük meghallgatni, merjük megvigasztalni őket. Lépjünk oda embertársaink felé, hogy segítsük őket, hogy együtt legyünk velük. Merjünk kilépni önmagunkból, túllépni a megszokott kereteken, ha a szeretet gesztusa ezt kívánja meg merjünk odalépni a másik ember felé, merjük megtenni mi az első lépéseket a megbocsátás gesztusaiban, hogy az első olvasmányban is olyan szépen hallottuk, beolvasztják ekevasnak kardjukat és sarlóknak lándzsáikat. Japánban a pápa határozottan fölemelte szavát az atomfegyverkezés ellen, sőt azt is hangsúlyozta, hogy az atomfegyverek birtoklása bűn, mindannyian mondjunk nemet az erőszak minden formájára. Merjük megtenni mi az első lépéseket a béke építésében, a megbocsátás gesztusaiban. Kilépni önmagunkból, az egyház kilépő egyház legyen, tanít a pápa, vagyis merjünk oda menni a másik ember felé, minden ember felé, a jó hírt, Jézus jó hírét adva, továbbadva számukra. Összefoglalva, Advent üzenete jó híre micsoda. Az a jó hír, hogy üdvözítő Jézusunk érkezik, az Úr jön, hogy szabaddá tegyen bennünket, hogy megerősítsen és megvigasztaljon. De fontos, hogy az ő jövetelére jól válaszoljunk. Ebben nem mindig segít bennünket a környezet, amely sokszor a fogyasztásra bátorítja az embert. Ne hagyjuk, hogy Adventet kilopják a szívünkből fontos, hogy megünnepeljük, megtartsuk adventet azáltal, hogy virasztunk a szeretetben, azáltal, hogy levetjük a bűnt, bűnbánatot tartunk, és magunkra öltjük Jézus Krisztust, vagyis őt akarjuk követni, és azáltal, hogy elindulunk együtt, kilépve önmagunkból, nemet mondva a közönyre és az önzésre, és odalépünk a másik emberhez, segítő, békegesztusait téve felé. Kedves testvérek, tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben ismételjük el magunkban ezt a három szót, amire az Úr Jézus hív bennünket. Vírasztani, felöltözni, elindulni. És határozzuk el, hogy e három szó logikája szerint akarjuk megélni, megünnepelni advent időszakát. Az Úr érkezik. Kérdés, Éberen talál-e bennünket? Amen.